név választásába annak idején, vagy amikor a szülei jönnek, a nevet választották, hogy éppen Hunyadi László lett, közrejátszott a történelmi személyiség? Nem. Nem, én Ildikónak születtem, és a legdivatosabb név volt a Laci akkor. Mellesleg én Ladislau vagyok a bulletinemben, és amikor apámat kérdőre vontam, hogy miért Ladislau, azt mondta, hogy örülj neki, hogy Ladislau vagy, mert nagy protekciómba került, hogy ne legyél Vasile. Úgyhogy maradt akkor a Ladislau. Egyébként élete folyamán emlékeztették gyakran arra az azonos nevűségre, a történelmi személyiségre? De ez az érdekes, ez érdekes dolog, hogy egyre kevésbé. Szóval még amikor kölyök voltam, akkor mondták, hogy hol a nagy ősöd, meg hát le fognak téged is fejezni, és most mintha elfelejtették volna, hogy létezett egy ilyen történelmi személyiség, úgyhogy most már kevésbé, nem tudom miért. Az önnagysága felettette. Jaj, elhomályosítom a napot. Úgy tudom, hogy ön végül is színház közelben született, vagy legalábbis a szüleinek foglalkozásából ítélve, ez mit jelentett az ön számára? Rengeteget, óriási előnyt. Tudom én, óvodás koromban, akkor apám főiskolás volt, és a kolozsvári bábszínházban dolgozott, mert már megvoltam, már azért el kellett tartani, és például a bábokat én hátulról láttam, tehát én tudtam, hogy mitől mozog az a bábú. Ugyanez a színházra is érvényes, hogy aztán 6 éves koromban átköltöztünk Marosvásárhelyre. Anyámnak a szülei marosvásárhelyi, és a többek között azért is. Meg hát voltak ott más, 56, meg voltak ilyen furcsa időszakok, amiről apám mesélt. És mikor átköltöztünk, akkor meg a színházban lógtam ott állandóan a színészek lába alatt, lábatlankodtam, és azt is belülről láttam. Úgyhogy nagy segítség volt, úgy, hogy mondjam, én már mikor felvételiztem, akkor tudtam, hogy mit akarnak. Mert hát láttam Tompát, meg Harag Györgyöt láttam rendezni, és tudtam, hogy meg apámat, hát persze. És láttam, hogy mit kérnek például Tanai Bellától, vagy Csorba Andrástól, hogy miért nem jó az a mondat úgy, hanem máshogy. Szóval ez azért nagy előny volt, mert már itt. Ez azt is jelentette, hogy ön világéletében színésznek készült? De nem világéletem, de 10 éves koromban játszottam az Irkutszki történet című nagy orosz drámában, Árbuzov drámában. Mellesleg az még most is szép, ez egy szép darab. És hát akkor úgy mondják, akkor megfertőződik az ember, és akkor fertőzöttem meg. Szóval 10 évesen határoztam el. Hát otthon nagy konfliktusok voltak, mert apám elmondta, hogy alacsony vagyok, meg hízásra hajlamos, ami mindig az, és hogy nem fognak felvenni, mert nem vagyok én színésznek való, mert szép, magas és szőke kellene legyek. Na de hát én most ilyen, 1 méter 52 centi és 150 kilós, így is, hát szóval így vagyok színész. Az első 10 éves kori szereplése óta még számos darabban alakított, és ahogy ugye forgattam a lexikont, láttam, hogy Don Carlos is volt, Kakukk Marci is volt, változatos, különnél-külön szerepeket játszott el. Melyik volt ebből a, mondjuk a legkedvesebb? Hát igen, a Don Carlos és a Kakukk Marcihez hozzátartozik, de tényleg vagy 120 szerepet, de többet, több mint 120-at játszottam.
Hát az, amikor éppen játssza az ember, akkor az mindig nagyon kedves. Én most úgy tartom, hogy a legkomplexebb dolog, amit eddig csináltam, az a fösvény volt, és mondjuk hát az, ha legkedvesebb, hát az most nagyon kedves nekem, és nagyon bánom, hogy azért úgy nem tudtam szélesebb körbe megmutatni. Mert ezt én úgy tartom, hogy ez a legkomplexebb dolog, amit eddig csináltam. Meglepett, mert ahogyan olvastam, hát szinte az egész élete Marosvásárhelyhez kötődött. Hogy mi indította önt arra, mondta az igazgató, hogy végül is Temesváron szerződött át, hogy éppen Csíkszeredába jöjjön. Na hát én akkor úgy elmondom, hogy Kolozsvárról annak idején, 56-ban, nem csak az 56-os, mert ott apám elszólta magát valamivel, és akkor úgy javasolták neki, hogy húzza el a Csíkot. De úgy kezdett megnőni a város. Akkor kezdték építeni azokat a nagy, óriási negyedeket. És onnan akkor elhúzódtunk, fennebb húzódtunk, kisebb helyre. És 82-ben, már vagy 80-as évek elején valamikor felmerült itt a csíkszeredai színház, hogy itt alakul egy csíkszeredai színház. És akkor már Marosvásárhelyen kezdték építeni azokat a negyedeket, amitől úgy elhúzódtam volna. Aztán nem lett semmi belőle, szóval ez nem most találtam én ezt ki, de amikor felmerült, akkor rögtön azt mondtam, hogy hajnyi, hát ez a legjobb dolog a világon. És egy új színház, az ember olyan társakkal, aki tényleg szeret, vagy mit tudom én, szóval ez hirtelen is volt, meg volt előzménye is, úgyhogy ez... És mi az, ami mondjuk egy színésznek tetszett Szeredába ennyi itt lét után? Vagy gondolom most már egy hónapja, nagyjából egy hónapja itt vannak. És mi az, amit esetleg hiányol ebből a városból? Hát, hogy mit hiányolok, azt még nem tudom, azt ezután fog kiderülni. De az, ami Csíkszeredában tetszett. Annak idején, amikor én elkezdtem a pályát, én emlékszem, hogy Csíkszereda egy nagyon hideg közönség volt. És még megjegyzések is történtek, tehát a fülemben van most is, hogy egy-két nagyobb és idősebb művész megjegyezte, hogy na, itt hiába játszunk, mert vajon még ott vannak a nézőtéren? Szóval nem reagáltak. És az idők folyamán, tehát 77-ben végeztem, de 20 év alatt, de 10 év alatt egyre melegebb és melegebb. Nyilván a Csíkszereda nagyon sok színházat kapott, mert minden színház elhozta ide az előadásait. És a hívesen receptív, és azt szokták mondani, hogy a marosvásári közönség a legjobb a világon. De utána, a marosvásárhelyi közönség után Csíkszereda lett a legmelegebb közönség egy adott pillanatban. Tényleg itt volt a legmelegebb fogadtatása egy előadásunknak. 89 után pénzhiány, meg nem lehetett kifizetni a szállodát, meg egyszerűen egy út annyiba kerül, hogy nem térül meg egy előadásba. Nem jöttek már a színházak, most már nem mászkálnak a színházak, mert nem engedhetik meg maguknak. És talán ez volt az egyik mozgatórugója, az igény, hogy itt színház alakuljon. Mert én mondom, hogy 89-re, Marosvásárhely után itt volt a legmelegebb, a legjobb közönség. Hát a színésznek az a legérdekesebb a közönség. És az volt
lehangoló mondjuk Temesváron. Nagyon szerettem a várost is, meg a színházat, persze a színházat is. Hanem az, hogy ötször játszottunk egy előadást. Meg ki volt írva, és elmaradt az előadás. És minden is. Olyan lehangoló, nincs kinek játszódja.